Az OTP Bankliga negyedik fordulójában a negyedik idegenbeli mérkőzésére az immár új vezetőedzővel, Gerlicki Mátéval készülő Kisvárda a nemzetközi kupa sorozattól 5-0-val búcsúzó Debrecen együtteséhez látogat ki, a Kisvárda pedig egy döntetlen és egy edzőváltás után várta a folytatást ezen a mai napon az OTP Bankligában. Sikerül a beadás, de a levágódó labda még jó lehet. Még mindig nem szabadult fel a kapu, majd csak most. Azért tessen igen. Dzsuzsák, az meg egy jó indítás. Van Kiziridisnek területe. Azonban ott egy védő is. Kiziridis még! Óriási gól! Ugye itt volt némi tempó előny, de kifelé ment a labdával. Megvan a csel, éles szögből a rövidre. Ebben azért Kovács Marcell benne volt. Jöhet is a labda, 24. perc. De jó, kanyarodott be, meg is volt a fejes, Kovács Marcell véd. Ötvös, lefülelte a labdáját, Kiziridis. Ez meg egy jó csúsztatás, Dominguez mehet ezzel a kapu irányába. Dominguez gólhelyzetben, a második csal az már felesleges volt. Kamájtól jött vissza a labda, Mesanovic irányába, ez még így jó lehet, Mesanovic. Makovszki lövi el, hú, mekkora kapufa! Navratil. Visszakapja Szőrtől, Navratil. Óhó, megvolt a bőrözés, Navratil még, és ott az egyenlítő gól. Konkrétan lemaradtak, az egy dolog, hogy Navratil megverte Márikét, de Vida Christopher környékén sem volt piros mezes róla, mintha teljesen elfeledkeztek volna. Kiziridis és Vida góljaival 1-1. 11-es. Ugye a lassítás alapján, hát ott biztos, hogy megrúgta Loncsárt egy picit. És ez mehet tovább. Dzsuzsák tehát belövi, 2-1 a Debrecennek. 11-es volt. Dzsuzsák pedig nagyon magabiztosan lőtte a jobb alsó sarokba a labdát. És labdát szerez a Loki. Dzsuzsák beteszi középre, ott a gólhelyzet, megvan a csel, és ott a harmadik gól is. Labda eladásból indult az egész történet, Dzsuzsákot kell dicsérni. Nem csak a labda szerzésért, hanem tulajdonképpen a gólpasszért is, meg Loncsárt, aki nagyon higgadtan csinálta meg ezt a cselt, és aztán visszarúgta ide a rövidbe. Csak rúgtak 3 gólt. És újabb labda szerzés Dzsuzsák, majd a kiugratás Bódinak, Zicserben Bódi, ott a negyedik, de Les. Szabad szemmel is láttunk, hogy Les volt. Balog, levágódik róla a labda, Szőr tovább, Ilievski. Na, egy baloldali akció még, tovább megy a labda, és egy nagy védés Megyeritől. Bódi tehát, oly, mekkora gól! Az igen. Végül is egy gála lett ebből a mérkőzésből.